A konferencián a hazai nemzeti kisebbségi tanácsok képviselői mellett ukrán szervezetek küldöttjei érkeztek Magyarországról, Csehországból, Szlovákiából, Romániából, Horvátországból, Bosznia-Hercegovinából és Észak-Macedóniából. A találkozó célja, hogy a további együttműködésről tárgyaljunk az ukrán diaszpóra és más kisebbségek között, akik Szerbiában élnek. Közös projekteket szeretnénk megvalósítani a többi kisebbséggel, de ezen kívül azokkal a szerb kisebbségekkel is szeretnénk együttműködni, akik olyan országokban élnek, ahol valamilyen ukrán szervezet működik. A találkozó valójában arról szól, hogy hogyan és miként éljük meg kisebbségi létünket ezen a vidéken, itt Szerbiában mi magyarok, és milyen kapcsolódási pontjaink vannak a saját közösségünkkel és a többséggel, mondta Hajnal Jenő, az MNT elnöke. Én nagyon fontosnak tartom, hogy ezt a hármas kötődést hangsúlyozzam ki, amely arról szól, hogy egyrészt a szülőföldhöz, másrészt az anyaországhoz, a nemzethez, harmadrészt pedig a többségi nemzethez és az itt élő többi nemzetiséggel, hogy minél szorosabb és eredményesebb kapcsolatunk valósuljon meg, és a nemzeti tanácsok között ennek a legjobb példája az a koordinációs munka, amely a nemzeti tanács koordinációs testületében valósul meg. A konferencia célja, hogy a nemzeti kisebbségek jogainak védelmét szolgáló jogszabályokról, a problémákról és az eredményekről tájékozódjanak a résztvevők, mondta Gordana Csomić, emberi, kisebbségi jogi és társadalmi párbeszédért felelős miniszter. Szeretném, ha a résztvevők ötleteikkel és terveikkel részt vennének Szerbia fejlődésének és munkájának a fenntartásában. Azok az ukrán nemzetiségűek, akik Szerbiában, az Európai Unióban vagy azon kívül élnek. Fontos, hogy Szerbia fejlődésében mindenkinek joga legyen elmondani a véleményét, és hogy ne legyen szó fejlődésről, anélkül, hogy mindenki ne hallatná a hangját Szerbiában. Amikor megkérdezik tőlem, hogy hogyan látom Szerbiát 2030-ban, azt mondom, hogy a legfontosabb cél, hogy elérjük azt, hogy barátságban éljenek az emberek egymás mellett, tette hozzá az illetékes miniszter.